1990-ben összeomlott a világkommunizmus. 2010-ben nálunk is megbukott a posztkommunizmus. Hölgyeim és uraim, tisztelt emlékezők! Köszöntöm Önöket ma, február 25-én, a kommunizmus áldozatainak emléknapján, az egykor hírhett Andrássy út 60 előtt, mely ma a Terrorháza Múzeum épülete. Nekünk, akik ennek a múzeumnak az üzenetét tettünk életünk részévé, is van egy álmunk. Álmunk az, hogy a diktatúrák áldozatait soha többé nem használja fel semmilyen politikai akarat mindenkori ellenfelének eltiprására. Álmunk az, hogy soha többé nem rendeznek számháborút és szenvedésversenyt halottainkkal. Álmunk az, hogy soha többé nem kérdőjelezik meg emlékeinket, keserű múltunk tapasztalatait, hogy többé nem ideológiák és részérdekek mentén mondják meg, miről mit kell gondolnunk. Itt nem súgnak össze a gimnazisták, hogy jaj, de uncsi, mert én is voltam múzeum látogatásokon diákkoromban. Ez egy érdekes múzeum. Ide mindenkit el kell hozni, fiatalokat azért, hogy valamit a bőrükön megérezzenek, abból az atmoszférából, abból a levegőből, amit a nyilas és a kommunista diktatúra jelentett. Az, hogy ez így sikerült, ez a 10 év, ez elsősorban dr. Schmidt Mária kemény kis kezével markolt kormánynak az eredmény. A terrorra nincs mentség. Az ember megalázására, megsemmisítésére nem adható felmentés. Ez a múzeum, ez a ház emlékmű és főhajtás. Erkölcsi politikai kiállás azoknak az eszméknek a terjesztése ellen, melyek tömeges politikai gyilkosságokat eredményeztek. 10 évvel ezelőtt összegyűltünk, hogy a múltunkból történelmet csináljunk. Leszámolás és bosszú helyett múzeumot. Összegyűltünk, hogy áttörjük a hallgatás falát, hogy támogassuk az igazság feltárását és kimondását. Ám az elvesztett választások után hamarosan kockára került a múzeum sorsa. A terrorlegények, a fiaik és a szellemi örököseik nem vették jó néven, hogy a múlt monopóliuma kihullik a kezükből. Sokan szálltak be akkor a küzdelembe a terrorháza megmaradásáért. A polgári körök és névtelen adományozók és jeles nemzetközi személyiségek sora egyaránt. A terrorháza végül megmaradt. Megmaradt, mert megvédtük. A magyar nép a vérzivataros 20. század során többször is határozottan és demokratikusan nemet mondott a kommunista hazárulókra és az ő rémuralmukra. 1945-ben, 47-ben, 56-ban és 1990-ben is ugyanazt az öntudatos üzenetet küldtük az egész világnak. Nem kérünk idegen hatalmak diktátumaiból, se pedig a helytartóinkból. Mert a kommunizmus olyan téma, mint a szex. Mindig van róla valami mondani való, mindig van téma. De szerencsére mégse olyan.